Sziasztok, köszöntelek benneteket! Először is minden kedves hölgynézőnknek boldog nőnapot szeretnék kívánni. Egy kicsit térünk vissza az időjárásra, a hétvégére meg fog enyhülni az idő, ugyanis az időjárásunkat alakító hidegcsepp leépül, helyét pedig nyugatról egy ciklon fogja átvenni, aminek az elő oldalán nedvesebb és enyhébb léghullámok érik el a Kárpát-medencét, hétfőtől pedig növekszik a csapadékhajlam is. Mögöttem látható nedvesség animáción szépen látható ez a folyamat, a hidegcsepp tehát leépül, és itt látható az a markáns ciklon, aminek elő oldalán érkezik majd az enyhébb és nedvesebb léghullám. Jól látható, hogy több hullámban érkezik majd a nedvesség. Az előttünk álló éjszaka már nem fogjuk megúszni a fagyot, ugyanis az éjszaka első felében tovább csökken, szakadozik majd a felhőzet, ám maradhatnak felhősebb körzetek is, illetve párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A Dunántúlon hajnaltól nyugat-délnyugat felől felhőzet növekedés kezdődik, illetve lengedezni fog a szél, így itt kisebb esély van arra, hogy fagyjon. A Dunától keletre viszont előfordulhat már gyenge fagy, és elsősorban a hidegre kimondottan érzékeny részeken, mint például a homokhátságon és a fagyzugos részeken, akár -2 fok alá is csökkenhet majd a hőmérséklet, néhol még kisebb csapadékra is kell majd számítani. Napközben az éjszaka képződő pár, illetve kötfoltok feloszlanak, ezt követően a változóan felhős napos időben lesz részünk. Több felhő a Dunántúlon valószínű, illetve felhősödésre kell még számítani majd a főváros, illetve az északi középhegység térségében. A legtöbb napsütésre az Alföldön számítható majd, itt akár több órára kisüt majd a nap. Gyenge csapadék előfordulhat, de csak elvétve. A csúcshőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható. Ha egy kicsit távolabb tekintünk, jól láthatjátok, hogy vasárnap ugyan nedvesebb léghullámok érkeznek, tehát sok lesz felettünk a felhő, szorványos jelleggel pedig esőzápor is kialakulhat, viszont a hőmérséklet emelkedni fog, a csúcsértékek általában 12 és 19 fok között alakulnak majd. Hétfőn megérkezik a csapadék is, ekkortól már többfelé kell esőre, záporra számítani, de az enyhe idő továbbra is velünk marad majd, illetve a minimumokat, ha megnézitek, akkor az is szembetűnő, hogy megszűnik a fagyveszély. Kedden már szakadozottabb lesz a felhőzet, és egyre inkább szorványos jellegű záporokra kell majd készülni. A hét további részében is hasonló időre számíthatunk. Ugyan kiemelném, hogy vannak olyan forgatókönyvek, amelyek ismét a fagy visszatérését jelzik előre, de a valószínűségi előrejelzések átlaga azt adja, hogy folytatódik az átlagoshoz közeli, vagy annál egy kicsit enyhébb időjárás. Én ezekkel a hírekkel köszönöm szépen a figyelmet, legyen további szép napotok, sziasztok!